Dátum 2012. április 25-e. Egy üzenet szerint ma itt kell lennem. A dolog furcsasága csupán annyi, hogy az üzenet dátuma 2017. április 25-éről szól. Tehát a jövőbeli énem találkozni akar velem, de már itt kéne lennie. Mit üzennél az 5 évvel ezelőtti énednek? Hű! Hát igazából sok mindent üzennék neki, mert 5 évvel ezelőtt elég sok mindent mondjuk felváról vettem. Ugye a középiskolában nem voltam eléggé szorgalmas, ezért az érettségim sem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Úgyhogy mindenképp adnék egy kis tockost magamnak, hogy igenis is készüljen. Hogy igyon többet, mert azért ez így elég kevés volt. Még szerintem kellene, ráférne egyet. Én nem üzenek semmit, pont jó így, ahogy van. Nem tudom, használd ki a fiatalságodat, ilyesmi. Más egyetemre mennék. És... ja, ez lenne, máshol mennék. Külföldre, inkább. Az, hogy egy kicsit a határidők előtt jóval hamarabb kezdjen el intézkedni, mert ez így nem lesz jó. Ja, ezt. Azt üzenném neki, hogy komolyabban kellett volna venni a zenélést. És akkor most amit tartanánk. Ennyi. Kevesebb pia, és kell keresni valami állást, ahol sok pénzt lehet keresni kevés munkával. Hát, hogy ne lustálkodjon ennyit. Vegye komolyabban az életet, hát úgy kb. Ennyi. Mondjuk én erre rácáfolok, mert 17-18 évesen most mit kellett annyira komolyan venni? Ne 100 paintball-szert vegyetek, hanem 200-at. Arra vagyok kíváncsi, hogy az 5 évvel ezelőtti énednek mit üzennél, ha megtehetnéd? Hát ha megtehetném, akkor azt üzenném neki, hogy kicsit keményebben kellene dolgoznod. Márint, hogy akkor most magamnak üzenek, akkor ja, igen, akkor dolgozzak keményebben, mert nem sokra viszem most. Igen, ez amúgy ez nehéz így, de hogy így múlt időben, jelen időben beszélni, de igen. Azt, hogy ugyanúgy csináljam mindent, ahogy csináltam. Ja, de azt még nem tudja előre. Ez nehéz filozófiai kérdés. De szerintem nagyon ne változtasson, nagyon királyunk, ahogy volt. Mint 5 év múlva. Persze. Hát én azt üzenném a mostani énemnek, hogy spóroljon pénzt, de jó sokat. Kevesebbet járjon bulizni, és többet tanuljon. Mert így nehéz ez az egyetem. Igazából ennyi. Hát, hogy jól csináltad, tesó. Szevasz, Rajmi. Hello, Bálint. Mi az ábra? Nem sok, várom a jövőbeli énemet. Jól van. Nóris, hogy néz ki az? Jé, az én vagyok! Gyere csak, Rajmiká! Ja, hát akkor azért. Sziasztok! Azért jöttem vissza a múltból, hogy átadjak egy fontos üzenetet. Komolyabban vedd a dolgokat egy kicsit, Rajmikám. Folytassuk veletek! Hát én az elmúlt 5 év lottószelvény számait adnám meg magamnak. Meg, hogy tanuljon jobban, meg dolgozzon, hogy Viktor is. Egyél kevesebbet, edzél többet, és nézzél ki jól. Azt úgy ugyanúgy legyek, mint most. Semmi ne változzon meg. Ezt üzenném, semmit se bántam meg az életbe. Ugyanitt tartanék, ennek örülnék, és minden így jó. Szerintem ugyanazt, amit a mai énemnek is, hogy soha ne adja fel, semmit se. És menjen, és csinálja, mert minden lehetséges. Amit akarunk, az lehetséges. Hát, hogy csak így tovább focizzon, tovább tanuljon sokat. Ennyi igazából. Hát nincs olyan dolog, ami nagyon sok mindent változtatnék, maximum tanácsokat adnék magamnak, hogy tanuljak többet, amit Tomi is mondott, meg hasonlókat. De így konkrét, hogy meg valamit megbántam volna, és ezt máshogy csinálnám, azt még nem tudnék mondani, most így hirtelen. Én azt üzenném az 5 évvel ezelőtti énemnek, hogy kövess el ugyanazokat a hibákat, mert a hibákból lehet tanulni, és próbáljam kevesebbet inni. De mondjuk tanuljon többet, az minden, a tanulás fontos, és kb. Ennyi. Nézzetek továbbra is minket, sziasztok! Sziasztok!